Június 27-én került sor az Esély és lehetőség egy új kezdésre, a Támogatott lakhatásra című pályázat ünnepélyes megnyitójára a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület Kossuth téri épületében. Az Egyesület egy EFOP-os pályázaton nyert csaknem 1 milliárd 200 millió forint támogatást, melynek segítségével 40 fő részére 6 támogatott lakhatást nyújtó házat, és ezzel párhuzamosan alapellátásokat hoz létre Mezőberényben és Békéscsabán. A projektnyitó rendezvényen elsőként dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója köszöntötte a vendégeket, és köszönte meg a Mécses Egyesület nehézsorsú emberek segítéséért végzett munkáját. Ezt követően Mezőberény polgármestere Siklósi István szólt a szolgáló közösség és Mezőberény városának kapcsolatáról, valamint ennek jelentőségéről. A Mezőberény város önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket egy olyan mérföldkő rendezvényen, ami azt gondolom nem csak a Mécses közösség szempontjából, hanem a város szempontjából is egy mérföldkő. Ugyanúgy, mint ahogy ezelőtt több mint két évtizeddel voltak fenntartásai a mezőberényieknek azzal kapcsolatban, Henri pontosan tudja, hogy mennyi, hogy ide érkezik egy olyan szervezet, aki megváltozott munkaképességű és egyéb problémákkal küzdő személyeket akar foglalkoztatni, akiknek akar életet adni. Most megint van egy pici ilyen hangulat a városban, de azt gondolom, hogy mindenkit megnyugtathatunk, hiszen olyan szakmai háttérrel, olyan elkötelezettséggel, olyan elszántsággal végzik a munkájukat a Mécses közösségben, ami biztosíték arra, hogy itt egy nagyon-nagyon jó munka folyjon, és ezeknek az embereknek teljes életet tudjatok biztosítani. Amellett, hogy a mezőberények is bekapcsolódhatnak ebbe a munkába valamilyen formában. Itt ülnek azok az ellátottak, akikkel nap mint nap találkozunk az utcán, és szoktunk egymásnak integetni, ugye lányok? Meg szoktunk kezet fogni, amikor arra lehetőségünk van. Részeivé váltak a városnak. Nagyon fontos részeivé egyébként. Mégpedig azért, mert az önkormányzatnak nincs mindenre lehetősége. Mezőberény akkora település, már most 10 000-en sem vagyunk, amely ugyan nem kötelező feladatként kell ellásson ilyen dolgokat, amiket a Mécses közösség ellát, de mégiscsak itt lévő problémákat kell megoldani, és hál' Istennek ebben segítségünkre vannak a civilek. Mezőberény 60, közel 60 civil szervezettel rendelkezik, és ez a 60 civil szervezet döntően dolgozik is, és nem csak azért jött létre, hogy valamely választáson majd elinduljon. Ezek a civilek ellátnak nagyon sok olyan feladatot, amit az önkormányzat nem képes, nem is kötelessége, nem is képes ellátni, és azt gondolom, hogy ezért a feladat ellátásért mi köszönettel tartozunk felétek. Én kívánom nektek, hogy ez a pályázat ugyanúgy sikeres legyen, hogy az összes többi eddigi munkátok, rengeteget dolgoztok, rengeteget dolgoztatok. Én kívánom, hogy szerencsésen, de tudom, hogy nem szerencse kell hozzá, mert a szerencséhez rengeteget kell dolgozni, sok munkával, ezzel a pályázattal is érjétek el azt a célt, amit kitűztetek magatok elé. Köszönöm a munkátokat! A polgármester beszédét követően Nell Hübel Oláh Henriette, a Mécses Egyesület ügyvezetője mutatta be a projekt részleteit a megjelent vendégeknek. Segíteni szerettünk volna 23 éve is, és folyamatosan azoknak, akik még kérdésen tudnak. És ez egy fontos része volt ennek a pályázatnak. Nagyon sok fogyatékkal élő család van a várólistánkon. A nappali ellátásunkban nagyon sok család van. Ugye most már 20 éve nyújtjuk a nappali ellátásokat. Idősödnek a szülők, ott vannak a gyermekeik. Hova tovább? És ez a helyzetek szorítottak minket, hogy megoldást találni. Aztán a meglévő házainkban, ugye 6 házunk van, itt volt ez a rezsihelyzet, és nem tudtuk, hogy nincsenek napelemjeink, egy csomó minden nincs, és ebben a pályázatban beépíthettük az energetikai korszerűsítést, a nyilázárok cseréjét, a napelemeket. És ugye ez a pályázat egy hihetetlen kihívás, de úgy láttuk, hogy Istennek egy nagy áldása, úgyhogy mi megragadtuk ezt a lehetőséget, és szerettük volna
szeretnénk ezzel segíteni. Következő kocka, amit létre szeretnénk hozni 40 főnek lakhatást, ez 6 új házat fog jelenteni, 3-at Mezőberényben és 3-at Békéscsabán. Ezekben a közösségekben 6-8 fős lakóközösségek fognak létrejönni. Mindegyik közösséghez tartozni fognak a szociális szakemberek, esetleg munkatársa, akik folyamatosan támogatni és segíteni fogják az ott élőknek az életét. Lesznek olyan házak, amelyek van az akadálymentesítésre és a halmozottan súlyos, már az intézményükben lévőknek a gondozását segítik, és lesznek olyanok, amelyek kimondtan az autizmussal élők részére a vizuális kommunikációs eszközökre nagy hangsúlyt fogunk fektetni. A házakról készítettünk képeket, jöhet a következő dia, az első Békéscsaba Deák utcai ház. Ezek többsége a házaknak kétszintes, kettő lesz csak, ami nem kétszintes házak, mert hogy ugye a lakáink nagy része inkább mentálisan vannak gondjaik, és azért az akadálymentesítés a földszinten elégséges elvégezni, nem szükséges, hogy a tetőtér is akadálymentes legyen részükre. És igyekeztünk olyan házakat vásárolni, hiszen ez a projektben építkezésre nem volt időnk, mivel 7 hónapos a projektnek a megvalósítási ideje. Gyakorlatilag novemberben már a működési engedélyeket kell beadni, úgyhogy ez egy borzasztó feszített tempó, és nagyon hálás vagyok tényleg azért, hogy jött az a gondolat, hiszem, hogy fentről, hogy mi már novemberben elkezdjük. És mikor a pályázatot írtuk, mi már akkor az elszerzésre feltettük a mérnöki munkát, feltettük az ügyvédi munkát, tehát mindent úgy csináltunk a pályázatnál, hogy leszerződjünk, hogy ezek a dolgok, mikor nyer a pályázat, ne akkor kezdjünk el tervezni. És adásvételi előszerződést kötöttünk mindegyik ingatlannak a tulajdonosával, és ez egy hihetetlen, de a 7 ingatlan, amit megvásárolunk, egyik sem lépett vissza, hanem kivártak minket, pedig azért egy kemény hónapokat vártak, és kitartottak mellettünk, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy a Deák utca 20, Puskin utca 11, ez is egy kétszintes ház, aztán pedig a Vanháti utca 31 szám alatti. Ezek viszonylag Békéscsabának egy részén vannak, ami abban is segítség. Próbáltuk úgy választani az ingatlanokat, hogy valamelyik háznál probléma van, akkor könnyen át lehessen csoportosítani. Illetve az alapszolgáltatási központtól 1000 kilométeren belül vannak a házak. Tehát ez azt jelenti, hogy az alapszolgáltatási központból is gyorsan tud érkezni segítség. Mert azért, hogyha van egy súlyos epilepsziás rohan, vagy bármilyen probléma, nagyon fontos, hogy azért ott akkor a szakemberek tudjanak megfelelő módon segíteni. Mezőberényben az Árpád utca 5 szám alatt lesz egy támogatott lakhatás, valamint vele szemben az Árpád utca 8 szám alatt. Itt is az a cél vezérelt minket, mert az eddigi tapasztalataink, hogy az jó, hogyha azért a támogatott lakhatás 2-3 ház viszonylag közel van egymáshoz, és tudnak rögtön segítségért menni, hogyha valamilyen egészségügyi probléma fellép, és nem elég, hogy a otthonban lévő szakember, hanem kell hirtelen. Az 52 szám alatti ház, az pedig ott van, ahol most már 3 TL házunk van, illetve 4, mert a Mezőberény 54 alatt 2, 55, Kálvin tér 2, és ott egy ilyen kis lakócentrum jellegű megoldás van, ami abban segít minket, hogy a súlyosabb és idősödő lakóink számára is fogjuk tudni folyamatosan biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amikre szükségük lesz, ahogy ugye haladnak előre a korral. Ezen kívül Békéscsabán egy új szolgáltatási központot nyitunk, a Deák utca 11 alatt, ez egy nagy épület, itt létre fog jönni fogyatékkal élőknek nappali ellátás, egy új támogató szolgálati iroda, a házi segítségnyújtásnak is itt lesz egy új irodája, és ezen kívül fejlesztő foglalkoztatást fogunk biztosítani az új házakba költözőknek.
Ebben a szolgáltatási központban lesz nekünk vendégszobánk, hogyha a családtagok szeretnék meglátogatni mert ugye országosan fogadunk, de alapvetően a Békéscsabai hely lesz az, ahonnan Kecskemétről vagy Budapestről is érkező lakók fognak, hiszen a mezőbeli közösség már egy kialakult a nappali ellátásból, meg az itt lakókból, és ezért az országból, akik érkeznek, azok a Békéscsabai Újhelyre fognak menni. És azért nagyon fontos, hogy a családtagok is tudják látogatni őket, tudják részesei lenni. És ebben a szolgáltatási központban lesznek terápiás szobák is, a Schnuzeren terápia, illetve egy tapintásos terápiás szobát is szeretnék azok részére, akiknek az ingereknek a átvitele csak ezeken a módokban lehetséges. A következő kép ez az új szolgáltatási központ épülete. Ez egy nagy sarok épület, és teljes körben akadálymentesített lesz. És van egy nagyon szép udvar, parkoló lehetőség, tehát igazából tudjuk biztosítani mindazt, amire szüksége van egy alapszolgáltatási központnak. A másik pedig ez az épület, amiben most vagyunk. Ez az alapszolgáltatási központ itt a mezőbelében. Itt bővítésre kerül a nappali ellátás létszáma, a támogató szolgálatnak a feladatsége bővülni fog, és azt még nem mondtam, hogy két új elektromos kisbuszt is fog kapni mind a két támogató szolgálat. Itt is lesz a házi segítségnyújtásnak irodája, és ugyanúgy a fejlesztő foglalkoztatást is bővítjük. Ez a mostani épület. És az nagyon fontos, hogy ugye a meglévő épületek is mind korszerűsítve lesznek, tehát ennek az épületnek a meglévő lezáróit, ha most búcsúzkodunk, mert gyakorlatilag a július hónap folyamán az összes lezárót kicserélik Hősziget-en lezáróra. És ez egy csodálatos dolog, mert aki vagyunk, akkor tudjuk, hogy nem tudunk sokszor ablakot nyitni, mert szegények olyan állapotban vannak, hogy ha hozzányúlunk, kiesik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és nagyon szükséges volt, és itt is napelemes rendszer kerül kiépítésre, és az is egy nagy segítség, hogy olyan napelemes rendszerek épülnek ki minden háznál, hogy akkumulátoros napelemes rendszer, ami azt jelenti, hogy tárolni fogja a napközbeni energiát, és ezzel tulajdonképpen azokra a napokra, amikor nincs nap, vagy éjszakára biztosítja az áramot. Tehát ő egy olyan rendszerek kerülnek kiépítésre, és ez egy nagyon tényleg csodálatosak a kivitelezők, akikkel a projekt során szerződést kötöttünk május hónapban, mert ez nekem egy olyan nagy áldás, hogy mindegyiknél látom, hogy fontos, amit csinálunk. Tehát nem csak azt látják, hogy ez egy munka, hanem látják, hogy kiknek készül, miért készül, és ez egy hihetetlen töbletet ad. A fizikai megvalósulás lépései, tulajdonképpen az előző készítő szakasz, az ugye 2022-ben a házak kiválasztása, az értékbecslés, és minden megtörtént, és igazából a tervezők elkezdtek dolgozni már akkor a házakon, hiszen ahhoz, hogy költségvetés lehessen kérni, és beálltani a pályázatban, kellett a tervezés, hogy mennyibe fog kerülni egy átalakítás. Úgyhogy így, tényleg így köszönöm a tervezőknek is azt, hogy hittek bennünk és tervezték a házakat, mikor de még mind nem tudtunk fizetni. És nem is tudtunk szerződések kötni, csak ugye tendereztettük és vártuk, hogy mi fog a vége lenni. A házakat megvásároltuk, ahogy megkaptuk a pályázati támogatást május-június hónapban. Négy ház az a birtokunkban van, még három háznak egy részét fizettük ki, mert várjuk, hogy kiköltözzenek az ott lakók, hiszen nekik új házat kellett lenni, vagy ki hova költözik. És akkor július hónap közepén őket is birtokba tudjuk venni, mind a hét házat. A energetikai korszerűsítés, telepítés az gyakorlatilag a házak megvásárlásával egyszerre indult, mert ez borzasztó gondolat, életemben nem gondoltam, hogy egy napelemes rendszer telepítése az ennyire komplikált dolog. Itt hálózatbővítéstől kezdve a DMAS engedélyéig mindenre szükség van, tehát amíg az ember ezt nem kell belőle csinálni, akkor azt sose gondolja, hogy itt a papírmunka az valami őrület, ami megelőzi.
És hogy ebben hatalmas segítséget adnak nekünk a napelemes kivitelezők, hogy hova szaladgáljunk, mert hogy így akkor tudja elkezdeni, amiket a Démás engedélyezte, hogy egyáltalán mi hozzá nyúljunk ehhez a rendszerhez, amiről ugye nekem fogalmam nem volt, de lehet, hogy néha jó is, hogy nem mindent tudunk előre. Aztán a következő pedig, hogy maguk a kivitelezések, az átalakítás akadálymentesítéshez is elindult. A június hónapban minden kivitelezővel, úgyhogy az egyik házunk, az 52, az már szép van bombázva, úgyhogy szerintem már se ablak, se ajtó, nem tudom. Három napja voltam, akkor talicskázták ki rá az összes válaszfalakat, úgyhogy izgalmas, ahogy most egy csak romlik a ház, de előbb-utóbb magyarul is fog. És úgyhogy ezek az eszközöknek a beszerzését azt majd csak augusztus hónap folyamán fogjuk elkezdeni, hiszen a kisbusznak a beszerzését elkezdtük, mert ott egy nagyon újról vagyunk, hiszen azt mondta az összes autós forgalmazó cég, hogy indulat nem lehet most kisbuszba szerezni. És aztán végül is addig-addig ez a Henka érdeme telefonált körbe-körbe az egész országban, hogy ajánlatot kapjunk, és egyáltalán sikerüljön. Úgyhogy most megvan az ígéret, hogy decemberben itt lesznek a kisbuszok, és hát nagyon reméljük, hogy ténylegesen meg is érkeznek. És hát a használva vétel engedély kérése, hát az október, november, december, majd látjuk, valószínűleg nem egyszer kezdünk, hanem amelyik ház készen van, annak elkezdjük az engedélyeztetését, és akkor úgy fognak átadásra kerülni. Úgyhogy mi úgy hirdetjük, hogy 2023. december hónapban indul a költözés, és 2024 eleje, ahogy maga a projekt megvalósításnak a szakmai része. Ugye a célcsoport toborzás jelentkezés azt elkezdtük május hónappal, hiszen úgy kezdtünk, hogy a szülőket meghívtuk. Az első szülőforumunk volt május hónapban, mert ugye a nappali ellátásba járóknak, a szülei, családtagjainak kellett az a találkozni, mi tervezünk, ő nekik a gyermekük itt van, ugye nagyon sokszor jött az igény, de amikor most a valósággal találkozni, hogy lehetőség beköltözni, és milyen lépései vannak, ugye ezt minden családnak át kellett újra és újra beszélni, de már gyakorlatilag a jelenlegi ellátottakból több mint 50%-a a félőhelyeknek már végül jelentkeztek, de még várjuk, mert még van több család, amelyik azt mondja, hogy ő még két-három körben lesznek fórumok a szülőknek, és beszélgetünk róla, hogy ez miért jó. A felkészítésüket a lakóknak a kézenfogva alapítvány fogja végezni, ez 6 hónapon keresztül fog történni, és közben egyfajta mérés is van, hogy alkalmasak el tényleg egy támadott lakhatásba való élés, ami nagyon fontos, hogy ő örüljön és boldog legyen abban az otthonban, hogy úgy élje meg, és ne rettegésben legyen a ő is, vagy a szülő is, vagy az egész közösség, hogy ő hogyan illeszkedik. Tehát egy nagyon fontos része ennek, hogy milyen attitűdjei vannak, és milyen fajta képességekkel rendelkezik az együttélésre. Ezek a képzések, amiket kapnak, életvezetési képesség, lakhatásról felkészítés 6 hónapon át, a munkavégzésre való felkészítés, hiszen ez egy nagyon fontos része a programnak, hogy dolgozni fognak fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, vagy akreditált foglalkoztatásban, és a másik pedig az asszertív kommunikáció tanítása. És még nem írtam ide, de a munkatársainkat és az új munkatársakat is szintén a kézenfogó alapítvány fogja felkészíteni, ők pedig fognak kapni magáról a fogyatékosságról egyfajta átfogó képen, és az autizmussal kapcsolatban pedig mindkét képzésük akreditált képzés. A belépési feltételek a programban, a kérelem benyújtása, ezek jönnek már folyamatosan, részvétel ebben a felkészítő 6 hónapos programban, és a felkészítésnél nagyon fontos, hogy alkalmasan tehető arra, hogy ő ott lakjon,
képesek közösségben élni, együttélés szabályait betudni, együttműködni, nem agresszív a társai fele. Ez egy nagyon fontos kitétel, hiszen mindenki boldog szeretne abban a közösségben lenni, örülni, és nem félelemben élni. És ugye nagyon fontos, mik az alapvizsgálat, dokumentumai is kimondják, hogy neki szüksége van, és a komplet szükségletfelmérés pedig olyan szükségleteket állapítson meg, amiket tudunk nyújtani részükre. Ez is egy fontos feltétel, hiszen a folyamatos egészségügyi ápolást igénylők esetében valószínűleg nem, bizonyos szint fölött nem tudjuk nyújtani. A fizetendő összegek, az egyágyas szobákban van 1 millió forint belépési összeg, a kétágyas szobákban nincsen belépési összeg. Ez, ez azért nagyon fontos ez, hogy legyen egy ilyen kritérium. Egyik oldalról egy tartalékot képezünk annak a háznak a működtetésére ezzel, a másik pedig, hogy valamilyen módon szétben azt tudtuk, hogy aki egyágyas szobában fog költözni, annak egy többlet hozzájárulása van a kétágyas szobákkal szemben. A lakhatásért fizetendő összeget, ami már ott lakik a lakó, az három részből áll, lakhatás, élelmezés és a komplex szükségletfelmérés alapján való szolgáltatási díj. A élelmezési összeg az változó, mert nagyon sok esetben most is a lakóink egy része maga főz, vagy vásárol, akkor a kevesebb a élelmezési összeg, hiszen amely ki milyen döntéseket hoz. A várható költözés az 23. december 24 eleje. Meghirdettük a weboldalokon, a Facebookon, a szórólapokon, megtartottuk az első szülőtalálkozót, és mint mondtam, már 22 helyre jelentkeztek, akik eddig az alapellátásunkban vannak. Egy kis családi képet az otthon, a munkadó otthonból hoztam. Szeretem a születésnapokat, szeretem a névnapokat, a karácsony, mindent, amit tartanak az én kis lakóim. Hiszen úgy élnek, mint egy család, és ezek a fotók úgy készültek. Az egyik születésnap, a másik meg sütés előtt. Azt az örömet, amikor én gyerek voltam és lenyalhattam a kanalat, amikor a tortán betöltötték, és azt a krémes kanalat, az nem ott is a lakók. Mindig versenyeznek, hogy kinyalhatja le majd éppen azt a kanalat, és ez egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy visszahozza azt az élményt, hogy ott jó élni, hogy azt mi csináltuk együtt. És egy örömteli szabad élet az egészségesekkel azonos módon, azonos helyen, egy elfogadó világban. Úgyhogy én ide szeretném hívni, várni a lakókat, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt van, hogy lehetővé tett, és a magyar kormánynak is, hogy bizalmat szavazott a civil szervezeteknek, ekkora projektnek a megvalósításában, mert ez azért tudom, hogy nem volt egyszerű döntés, hogy civil szervezetek egy ilyen valóságos projektet megvalósítsanak, és mindenkinek köszönöm, hogy együtt ünnepel velünk, és segíti a mi közös projektünket. Az ügyvezető asszony projektbemutató előadását követően Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár méltatta a megvalósuló beruházást, és mint azt hangsúlyozta, a Mécses Egyesület eddigi 20 éves tevékenysége a garancia arra, hogy jó helyre kerül a csaknem 1,2 milliárd forintos támogatás. A elnök asszony az előbb a tőle megszokott precizitással elmondta már, hogy mire számíthatunk itt a következő hónapokban, de leginkább mire számíthatunk majd évvégén, decemberben vagy januárban, amikor a beköltözések meglesznek. És hogyha a mezőbelényi szemmel nézzük ezt a dolgot, akkor valóban arról van szó, vagy hogyha helyi szemmel nézzük, hogy a Mécses Egyesület vállalása révén bővülni fog az a szolgáltatás, amit eddig nyújtott, közel 1,2 milliárd forintból létrejön, megvásárol, felújít hat ingatlan, meg egy szolgáltató központot, 40 embernek az élete alapvetően fog megváltozni. De az, ami itt történik, amit a Mécses csinál, az hála Istennek és egy pályázati lehetőségnek köszönhetően nem egyedi az országban, hanem ez több helyen valósul meg. Több mint 16 milliárd forint értékben hirdetett van a kormány egy olyan pályázatot a Széchenyi 2020 program keretében, amelynek a végeredménye az lett, hogy 35 nyertes pályázó, és ezek között valóban civilek vannak túlsúlyban, 25 civil egyesület,
kezd bele, valósít meg hasonló fejlesztéseket. Minden fejlesztésnek egy lényege van, hogy a hazánkban élő és intézményi ellátást igénybe vevő fogyatékos vagy pszichiátriai beteg ellátottak tekintetében legyen egy minőségjavulás, egy szolgáltatásjavulás ezen a területen. És azt gondolom, hogy az valóban nem túlzás, hogy ilyen összegben, ilyen típusú támogatás ezelőtt nem volt. Mondhatjuk azt, hogy történelmi mértékű is ez a támogatás. Egyrészt sokan ülnek itt a teremben, akik naponta ezt a területet látják, régóta látják, hogy milyen ellátás, milyen lehetőség volt eddig az ellátások tekintetében. És ez a kormányzat 10 évvel ezelőtt azt mondom, teljesen helyesen hoztam el azt a döntést, hogy azt a korábbi nagy intézményi struktúrát, ahol nagy létszámú intézmények voltak, azt próbáljuk meg felszámolni, és helyette legyen valami új, helyette legyen valamilyen más. A Mécses Egyesület, amikor 20, több mint 20 évvel ezelőtt belevágott ebbe a munkába, akkor ő már abban gondolkozott, hogy kisebb házakban, kisebb közösségekben, mint a fotókban látható családi körülményeket biztosítsák. De országos szinten ez korábban soha nem volt így. A több ezer, 16 ezer honfitársunk ért olyan intézményben, ilyen mai napig is egy jó részük, amely alapvetően nem a családias berendezkedést teszik magukévá, hanem több száz fős intézményeket jelent. Ezt még a kommunizmus rendszerétől örököltük, ezt még mai napig nyújtjuk ennek a terhét, de az elmúlt 10 évben elindultunk azon az úton, hogy ehelyett találjunk ki mást, és azt gondolom, hogy az igazi rendszerváltás a fogyatékos területen, az intézményi területen az azt jelentette, hogy sok szereplővel együtt, köztünk civil egyházi szereplőkkel elindultunk azon az úton, ami többször fenn volt a előadásban, hogy támogatott lakhatás, építsünk olyan kisebb házakat, ahol szolgáltatást biztosítva valóban a nap végén azt látjuk, hogy családias körülményeket tudunk biztosítani, és nem egy intézmény digitalizáció. Szerintem az elmúlt 10 év legfontosabb eredménye, közösen elért eredménye az ez. És ezen az úton szeretnénk tovább menni, erről szól ez a most két pályázat. A projektnyitó rendezvényen a továbbiakban felszólalt még Panyik Barbara, az ÉTA Országos Szövetség képviseletében, aki, mint elmondta, a Mécses Egyesülettel már évek óta szoros szakmai együttműködés alakult ki, melynek köszönhetően segítik egymás munkáját. Munkál előttetek, munkál mindenki előtt, azt hiszem a következő időszakban. Szövetségünk igyekszik megadni minden szakmai támogatást, amire szükségetek lehet a megvalósítás során. Mi igyekszünk a meglévő tudásokat összegyűjteni, becsatornázni a szervezetekhez, igyekszünk a már meglévő kipróbált gyakorlatokat, módszereket, eszközöket elérhetővé tenni a megvalósítás során, és igyekszünk egy olyan fórumot, felületet, közösséget teremteni számotokra más pályázókkal együtt, ahol a kihívásokról, nehézségekről, elakadásokról tudtak őszintén beszélni, valamint természetesen a már elért sikerekről, eredményekről is tudtak ti is beszélni, mások is, ezzel is motiválva és segítve a többi szervezet megvalósításának sikerességét is. Az esemény egyúttal egy projektzáró rendezvény is volt, hiszen a Mécses Egyesület az úgynevezett Lehetőség és esély a viharsarokban című pályázatát, mely egy több mint 84 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatás eredményeként valósult meg, ez alkalomból zárta le. Ez egy olyan projekt volt, aminek komplexitása volt az innováció, hogy a lakhatási szolgáltatást hoztunk létre, új támogatott lakhatást, ez volt a hatodik házunk, Deák utcán, és a célcsoport tagok számára pedig foglalkoztatást kellett igazából létrehozni, piacképes termékeket és a foglalkoztatás mutatóit javítani. Magához a projekthez el kell készíteni marketingtervet, versenytárs elemzést, piac elemzést, és ezzel együtt lehetett pályázni erre a kinopos pályázatra. A közvetett cél volt a normatívától való függőségnek a csökkentése és az Egyesület hiányzó forrásainak egyéb csatornán való bevételeinek a pótlása.
Tulajdonképpen a komplexitásában létrehozó lakóotthonban lévő lakók munkahelyet kaptak, kerámia üzemet hoztunk létre, égetőkemencével, ez a harmadik szinten tetőtérben építése történt, és ebben a foglalkoztatóban ők ugye munkabért kapnak, amiből viszont a lakhatáshoz hozzá tudnak szajárulni, mint érintési díj formájában. Tehát ez a kettő eredmény egymást erősíti tulajdonképpen. A támogatott lakhatás intézményének, otthonnak tulajdonképpen az átadása megtörtént 2022. októberében. 10 lakó lakik ebben az otthonban, és a foglalkoztatási rész, maga a műhelynek a létrehozása, illetve a liftnek a bővítése, továbbvitel a harmadik szintre, ennek a évvégére készült el a beruházás, és a használóvételi engedélyt ebben az évben kaptuk meg. És igazából ezért szeretnék, mert ennek a kerámia üzemnek és a hozzá kapcsolódó irodai résznek, meg szociális közszolgálati helyiségeknek a hivatalos átadása nem volt eddig. És aztán az én munkatársaim meg a lakók kérdezték, mikor lesz már hivatalos átadása a kerámia műhelynek, hiszen ők nagyon büszkék rá, és nagyon gyönyörűen dolgoznak, és függetlenül attól, hogy a kerámia műhely elkészült-e, gyakorlatilag a projekt végére volt, de a két év alatt ők már kerámiáztak, és hihetetlen dolgokat hoztak létre, gyakorolták, úgyhogy piacképes termékek, és egy kis boltot is nyitottunk a projekt ideje alatt a vasútállomáson, úgyhogy az ajándéktárgyak ott meg is vásárolhatók, amiket készítenek. Úgyhogy és akkor így jött az ötlet, hogy hát van ez a csodálatos ünnepség, és akkor együtt az előző projektnek meg a zárását és a szalagátvágást pedig most megkérnénk mindenkit, és én szeretném majd megkérni dr. Bódi Beát, a igazgatóasszonyt, és Sikors István polgármester urat, hogy ketten átvágják a szalagot, és adják birtokukba a fiataloknak ezt a műhelyt. A Mécses Szolgáló Közösség Egyesület tehát a lezárt pályázat helyett most egy másikat nyitott meg, mellyel Mezőberényben jelentős fejlesztés valósul meg a fogyatékkal élők lakhatási lehetőségét tekintve. Városunkban többek között a Petőfi utca 57 szám alatti ingatlan felújítása tartozik a projekthez, ahol, mint azt a képeken is látszik, gőzerővel folynak a munkálatok. Tavaly november közepén elindult pályázat, ez év december végéig tart, és mint az már többször is említve volt, ez alatt 40 fő részére 6 támogatott lakhatást biztosító házat alakítanak ki Mezőberényben és Békéscsabán közel 1,2 milliárd forintból. Thank you.
ezt vártad, nem így mondtál. Mást ígért a szív, és más a száj. Megint dél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már anyám. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd? Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég? Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. Azt a sebet.